nem mentem iskolába. Azaz, mentem. De csak, hogy hazakérezkedjem az osztályfőnökömtől. Apám levelét is átadtam neki, amelyikben családi okokra hivatkozva kérelmezi a fölmentésem. Kérdezte, mi volna az a családi ok. Mondtam neki, hogy apámat behívták munkaszolgálatra. Akkor aztán nem is akadékoskodott tovább. Csütörtök van, s ilyenkor szigorúan véve anyámnak jár a délutánom, de apáma tudtára adta Gyurkát, ma nem áll módonban átengedni hozzád. A felkérés tantermi előadásra szólt, és nekem ez egy nagyon kedves olvasmányom volt, amikor kamasz voltam. És felmerült bennem, és amikor elolvastam, akkor nagyon úgy éreztem, hogy ezt igazán érdemes lenne feldolgozni. Nem is volt feldolgozva színházban még soha. És hogy ezt nagyon jó lenne elvinni középiskolás korosztálynak is, meg egyébként művészileg is nagyon érdekel maga a szöveg. Pont erről beszélgettünk ma egy picit Bernáttal, hogy igazából előadásról előadásra találunk benne olyan mondatokat és olyan üzeneteket, amiket egészen addig nem úgy hallottunk, vagy nem úgy értelmeztünk, vagy nem úgy talált meg bennünket. Szóval nem volt konkrétan egy olyan pillanat, amikortól én legalábbis nem éltem át ilyen pillanatot, amikor azt éreztem, hogy na most már ez biztonságosan az enyém, hanem inkább egyelőre még csak azt élvezem nagyon, hogy előadásról előadásra vagy ez felfedezés, vagy egyszerűen a szöveggel való olyan találkozás, amikor azt érzem, hogy na, most értettem meg, hogy itt ez igazából miről is szól. Apám szülei. Nagyapám. És nagyanyám is megérkeztek. Nagyanyámat sietve a kanapéra ültettük, mert ővele az a helyzet, hogy még a nagyítólencse vastagságú szemüvegén keresztül is alig lát. És legalább így mértékben süket is. De azért szeretne részt venni a körötte folyó eseményekben. Olyankor azután sok a munka vele, egyfelől, mert folyton a fülébe kell kiabálni, hol tartanak a dolgok. A nagy történetet már ismertem, magát a regényt, azt is irodalomórán megismertem, úgyhogy a próba folyamatot már úgy tudtam elkezdeni, hogy volt kapcsolatom mind az anyaggal, mind azzal, ami történt, de ezzel együtt is nagyon mélyen érintett az hogy ezt mi most felélesztjük. És az, hogy ezek a mondatok megszólalnak, és elhangzanak itt most 2024-ben, és azért hangzanak el, mert ez megtörtént, és így történt meg. És amikor ezt az ember realizálja, az nagyon-nagyon tud ütni. Éjszaka némiképp sajátságos helyzetbe kerültem Anna Máriával, a szomszéd lányjal. A légiriadó alkalmával történt a légoltalmi óvóhelyen. Eredetileg csupán csak annyit akartam megmutatni neki, hogy honnan érdemesebb követni azt, ami odakint történik. Egy perc múlva közelebbről is meghallottunk egy bombát, akkor egész testében reszketni kezdett. Belém kapaszkodott rémületében. Karja a nyakam körül volt, arcát a vállamba fúrta, aztán már csak arra emlékszem, hogy a száját keresgéltem. Hát ez volt az első csókom egy lánnyal. Nagyon adottak voltak a körülmények. Egy könnyen szállítható előadást kellett csinálni, úgyhogy nagyon egyszerű világot kerestünk neki, nagyon egyszerű nyelvet. Igazából tudtam, hogy nem szeretném ábrázolni a nyomort, és semmilyen módon nem szeretném a koncentrációs tábornak a megjelenítését, hanem inkább a hétköznapi élet kellékeit használnánk, inkább a nyelvet használnánk, mint Kertész Imre. Oda benne kellemesen, hűs, tágas, bár némileg kopár helységet találtunk. Biztatott minket, helyezkedjünk kényelembe. Azt is kérdezte tőlünk, tudunk-e valami társas játékot? Vörös pecsenye? A rendőr azt mondta, ennél azért többet várt volna el tőlünk. Egy ideig még eltréfálkozott velünk, aztán magunkra hagyott minket. Amikor kiment kívülről, ránk zárta az ajtót.
azt már nehezen tudnám elmondani, mivel töltöttük el az időt. Minden esetre számos tréfa hangzott el, meg az elemózsiás csomagok is előkerültek. Egy idő után felfigyeltem a felnőttekre. Ezeket is az autóbuszokról kerítette kézre a rendőr. Értetlenkedtek, a fejüket csóválták, magyarázkodtak, mutogattak, minket is kifaggattak, kifélék, mifélék vagyunk. Nem is kifejezetten lépcsőfokok vannak, hanem egy nagy csúszda lefelé. Tehát nekünk nem kell annyit lépegetni, mint sem elindulni előről. És ahogy Gyurkát is sodorják az események, tulajdonképpen minket is sodor ez az egész. És mivel nem saját döntések születnek, hanem tulajdonképpen beleegyezések helyzetekbe, ezért az eseményekkel folyunk, ahogy Gyurka is. És az egyetlen nagy töréspont, amikor ráeszmél, hogy hova került, és mi történik körülötte pár méterre, az meg viszont egy lépcső, de azt meg kell tudni ugrani. Volt ott még egy fura kis emberke, nagy hátizsákkal, hatalmas bakancsban, de még valahogy a sárga csillagja is nagyobbnak tetszett rajta. A nagy bal szerencséről panaszkodott mindenkinek. Nagy beteg édesanyját ment volna meglátogatni Csepel községébe. Külön engedélyt eszközölt ki a hatóságnál. Az engedély a mai napi érvényre szólt. Délután 2 óráig. Hanem valami közbe jött néki. Egy ügy, amit halaszthatatlannak mondott. A hivatalban nagy sogá került csak sorra. De azért még sietve villamosra szállt. Hanem útközben kiszámította, már bizony kockázatos volna nekivágnia. De a végállomáson látta, hogy éppen van még a déli autóbusz. És akkor meg arra gondolt, mennyi sok vesződtségemben van ez a kis darab papíros, és anyuka is vár. És akkor mégiscsak fölpattant az autóbuszra. Minden foglalkozáson játszunk olyan játékokat a nézőkkel, a legtöbbször gimnazistákkal, amikor ilyen szavakat dobálnak be azzal kapcsolatban, hogy mi volt számukra a legerősebb, vagy mi jut eszük belőle az egész előadásról, vagy magáról az anyagról. És nem tudom, a naivitástól kezdve a kiszolgáltatottságon át, ezek olyan élethelyzetek, amikkel szerintem gyakran találkozunk, és nekem ezek az alkalmak, ezek a feldolgozó foglalkozások valahogy mindig erre ébresztenek rá, hogy felismerem a hasonlóságot közte, és ez egy olyan élmény, ami ezek nélkül nem lehetne. Időközben azon kaptam magam, hogy már egy egész tetemes sor közepén járok. Két oldalról meg rendőrök fogták közre a menetünket. Valami széles, külvárosi úton jártunk éppen. Köröttünk mindenütt a forgalom. Nem tudom egy ponton miként ékelődhetett a menetünkbe egy villamos, kénytelenek voltunk megtorpanni, amíg áthaladt. És ekkor lettem figyelmes egy sárga ruhadarab hirtelen villanására. Az utas volt. Egyetlen hosszú szökkenés, és már el is tűnt valahol oldalt az emberek és a gépek forgatagában. Egészen elképedtem. Mindez valahogy nem vágott össze a vámházbeli viselkedésével.